No. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban arra fogok beszélni, hogy honnan rendelek angol könyveket. Nagyon sokszor kérdeztétek már, hogy honnan rendelem én az angol könyveimet, és úgy gondoltam, hogy akkor most készítek egy videót, amiben ezt az egészet összefoglalom. Mindennel együtt. Én egyetlen egy oldalról szoktam angolul könyvet rendelni, ez pedig bookdepository.com. Egyetlen egyszer rendeltem Amazonról könyvet, de azt is csak azért, mert bookdepository-n kifogyott az a könyv, amit én meg akartam venni, és nagyon sokáig nem volt, úgyhogy kénytelen voltam Amazonról, de soha többé nem fogok, ha csak nem visz megint rá a szükség, mert én a bookdepository-t nagyon-nagyon szeretem. Az okok, amik számomra a bookdepository mellett szólnak, azok, hogy a bookdepository szerintem legalábbis olcsó. Mert hogyha így megnézem más honlapokon az árakat, akkor nekem úgy tűnik, hogy a bookdepository az azért nem drága kategória, tehát olcsóak a könyvek, és nagyon sokszor van a könyveken még külön leárazás, tehát egy ilyen 10-15%, a könyvek 80%-án szokott általában lenni, és emellett nagyon sokszor lehet kapni kuponkódokat is, például bizonyos időszakonként szokott küldeni a bookdepository e-mailt, hogy akkor most 10%-os kupon a kívánságlistádon lévő könyvekre, és az a legjobb benne, hogy nem kell, hogy a könyvek konkrétan föl legyenek a kívánságlistádon, mert anélkül is csak beírod fizetésnél, hogy a kis kuponkódodat, és ugyanúgy megkapod rá 10%-ot. Úgyhogy ez tök jó. Ráadásul a bookdepository egyik legnagyobb előnye, hogy mindenhova ingyen postáz. Tehát nem kell még külön postadíjat is fizetni, amikor könyvet rendel az ember, hanem csak magát a könyvet kell kifizetni. Ami azért tök jó, mert például, amikor az egyetlen egy alkalom volt, mikor Amazonról rendeltem könyvet, majdnem annyi volt a postadíj, vagy lehet, hogy még több is volt a postadíj, mint amennyi a könyv volt. Ami kicsit fejbe vágott, de nagyon kellett az a könyv, ami egyébként Rick Riordantól a Sword of Summer volt, a Magnus Chase sorozat első része, de nagyon kellett az a könyv, úgyhogy vállaltam. És ez egy nagyon pici dolog, de én nagyon szeretem ezt a bookdepository-be, hogy minden egyes könyvcsomagban van egy könyvjelző, és ilyen időszakonként mindig új könyvjelzők vannak, szóval sokféle könyvjelzőt lehet összegyűjteni az idők során, tehát így lehet gyűjtögetni, és ez nem is az összes, amin van, mert vannak duplázva is, úgyhogy nagyon. És én nagyon szeretem ezeket a könyvjelzőket, mert ezek nekem ilyen tökéletes méretűek, és annyi van, hogy legalább így nem kell mindig azon kilódnom, hogy éppen mikor olvasok egy könyvet, találok a könyvjelzőt, mert van. Nagyon sok. Nem számoltam még meg, nem tudom mennyi van pontosan, de sok van. Bookdepository az tényleg nagyon jó, mert hát nekem átlagosan olyan 9 nap alatt ér ide a könyvem, azaz 7 munkanap, mert általában úgy szoktam számolni, hogy a 9 napba beleveszem a hétvégéket is, de ugye az nem számít. Tehát olyan 7 munkanap alatt általában itt van a könyv, amit rendelek, vagy 9 munkanap, az is szokott lenni. Tehát ilyen 2 héten belül megjön a könyvem. Onnantól kezdve, hogy megküldik az e-mailt, hogy feladták, azt is ilyen 1-2 napon belül megkapod. Tehát először megrendeled a könyvet, megkapod az e-mailt, hogy nyugtázták, és majd akkor postázzák, aztán megkapod majd 1-2 nappal később, hogy postázták, és utána meg már megjön a könyv. Igazából akkor sem kell pánikba esni, hogyha nem jön meg 2-3 hét alatt sem a könyv, mert nem tudom, hogy pontosan mi a határ, ami után már legális írni nekik, hogy bocsi, nem jött meg a könyvem, de hogyha ír nekik az ember, hogy még nem jött meg a könyve, és be kell küldeni a rendelési adatokat, meg ezeket, és megnézik, és igazából mondatni szó nélkül újra küldik, legalábbis nálunk ez még eddig mindig így volt. És akkor sem kell pánikba esni, hogyha megjön a könyved, és sérült. Mert nekem egyetlen egyszer volt eddig még csak ilyen, és nem tudom, 3-4 éve biztosan csak bookdepository-ról rendelek. És egyetlen egyszer volt az, hogy a könyvből ilyen a fedőlap, meg úgy az első 20-30 oldal, az egy ilyen ennyire föl volt szakadva. És igazából ott is csak annyit kellett tenni, hogy
írtam nekik, hogy sérülten érkezett meg a könyv, kértek róla a képet, elküldtem a képet, és mondták, hogy jó, újra küldik. És újra küldték, úgyhogy nem kell akkor se pánikba esni tényleg, mert újra küldik a könyvet, hogyha látható, feltűnő nagy sérülés keletkezett rajta postázás után. Szóval igazából problémám még soha nem volt a Book Depository-val. Egyetlen egyszer volt az, hogy meglepődtem, mert hát most nem fogom előhalászni, de itt van a csontváros, és megrendeltem az első három részt a Végzett erekjéiből, és ezt az újfajta kiadást akartam, aminek ilyen képet ad ki a gerince. Mert úgy gondoltam, hogy egyrészt az a kiadás jobban is tetszik, másrészt akkor már legyen szép gerince. Gondoltam én. És amikor megjött a könyv, akkor így meglepődtem, hogy a régi fajta borítóval küldték. Akkor egy kicsit így összezavarodtam, hogy miért van ez. Fölmentem Book Depository-ra, mert ugye a kép a könyvnél az a másik borító volt, de ugye az csak illusztráció, tehát az nem... Az nincs kőbevésben, hogyha az a kép van ott, hogy az a borító az, hanem lecsekkoltam az ISBN számot, mert az ISBN szám az a tuti. Nem, egyébként az ISBN szám sem tuti, mert addig böngésztem az interneten, még rá nem jöttem, hogy ahhoz az ISBN számhoz, ami ott föl volt tüntetve, tartozik az új fajta borítóval is könyv, meg a régi fajtával is, ami kissé lehetetlen, mert elméletileg egy ISBN számhoz csak egyféle kiadást tartozhat, de úgy tűnik, hogy nem, úgyhogy azóta, hogyha azt szeretném, hogy biztosan egyforma legyen az összes könyv egy sorozatban, 6 millió helyen megnézem, hogy az adott ISBN számihoz melyik borító tartozik, meg melyik kiadás, meg már a centiket is nézem, amik meg vannak adva, hogy biztos ugyanaz a kiadás legyen, és az alapján rendelem meg. De igazából egyedül a Rick Riordan könyveknél van már csak fenntartásom, hogy egyforma kiadás legyen, az összes többinél már annyira nem számít, már elengedtem. Szóval igen, ez az egyetlen egy problémám volt a Book Depository-val, de igazából ott sem a Book Depository volt a soros, hanem az ISBN szám. Én tényleg csak a Book Depository-ról szoktam rendelni könyveket, igazából se onnan máshonnan. A Book Depository-ra is esküszöm, mert nekem eddig nagyon bevált, és nagyon szeretem, és még továbbra is sokáig innen fogom rendelni a könyveket, főleg amíg ingyenesen postáznak ide hozzánk, mert az az egyik legnagyobb pozitívuma. És remélem, hogy ezzel a videóval egy kicsit tudtam segíteni azoknak, akik szeretnének angol könyveket rendelni, mert például tudom, hogy a Bookline-ról is lehet angol könyveket rendelni, csak ott Book Depository olcsóbbak. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, ha tetszett, nyomjatok egy like-ombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!